Sziasztok, én Dominika vagyok, üdv újra itt a csatornámon, és a mai videó az egy kicsit különlegesebb videó lesz, ugyanis elérte a csatorna az 1000 feliratkozást. El nem tudom mondani, hogy mennyire jó érzés, hogy ilyen kis idő alatt ilyen sokan lettünk, és ezt tényleg őszintén mondom, hogy én ezt életemben nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan, ilyen sokan leszünk. És ti vagytok azok, akiknek szeretném ezt megköszönni, mert egytől egyig már az elejétől kezdve mindig is kedvesen álltatok hozzá az egész csatornához, a videókhoz, és ez nekem nagyon sokat jelent. Jó érzés, hogy nem csak én szeretem ennyire a könyveket, és hogy ti is itt vagytok, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy feliratkoztatok a csatornámra, hogy kommenteltetek, és hogy mindig volt hozzám valami kedves szavatok. Nyilván a továbbiakban ugyanúgy szeretném folytatni a videózást, és ugyanúgy lesznek videók a jövőben is. És így, hogy a csatorna életében meglett ez a mérföldkő, és meglett az 1000 feliratkozó, arra gondoltam, hogy végre sokak által nagyon várt videót fogok csinálni, ami nem más lesz, mint a polc túrám. Ha egy videót kellene mondanom, amit a legtöbben kértetek, az ez a könyves polc túrás videó volt, úgyhogy a mai videóban ezt fogom megcsinálni nektek, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok és kitartatok velem. Ez az egyik könyves polcom, ami rögtön az ajtóm mellett található, és ez az a könyves polc, ami előtt szoktam felvenni általában a videóimat is. Van még egy könyves polcom, amit még meg fogok mutatni, az az ágyam mögött található, bár ugye eredetileg az lett volna a koncepció, hogy egymás mellé kerüljön mind a két könyves polc. Sajnos ez nem jött össze, mert túl kicsi a szobám hozzá, de eredetileg itt ezen az oldalon lett volna a másik, csak a kapcsoló miatt, a villanykapcsoló miatt nem fért volna el. Mind a két könyves polcomat az IKEA-ból szereztem be. Ez a Billy nevezetű könyves polca, ami általában így nagyon népszerű könyves polc szokott lenni. Sajnos a tripodom az csak ennyire tud magasra menni, úgyhogy egy kicsit megbillentettem a kamerát. Igazából nagyon nagy tematikája nincsen, általában én magasság szerint szoktam őket csoportosítani. Kezdésként itt vannak a Helikon zsebkönyvek, Nathaniel Hawthorne skarlátbetű, Charles Dickens karácsonyi ének, Catherine, Szerelem és barátság Jane Austen-től, Sam Taylor erdőköztársaság, Celia Reese vágyak évadja, Sally Grindley kilocsant víz, Julie Hearn Nell egy boszorkány unokája, Édességek kicsiny boltja, Szirmok a hamuban Mary Hooper-től, Bűbájos Mary Farkasszám Celia Reese-től, Eliza Rose Mary Hooper-től, szintén egy Celia Reese-es könyv a kalózok, Narnia krónikái C.S. Lewis-től, első rész a varázslónoka öccse, az oroszlán a boszorkány és a ruhás szekrény, a ló és kis gazdája, Caspian herceg, hajnalvándor útja, az ezüst trón, a végső ütközet. Jövünk egyen lejjebb, és ez a része a könyves polcomnak, az a rész, ami majd egy kicsit változni fog, mert vannak olyan könyvek, amik sokkal magasabbak, amiket mostanában rendeltem, és mivel a polcaim úgy vannak rendezve, hogy magasság szerint, ezért azokat ide fogom betenni, úgyhogy ezért lehet itt látni, hogy vannak kisebb könyvek is. Jön a Trónok harca sorozat George R.R. Martintól. Első rész a Trónok harca, második a Királyok csatája, harmadik Kardok vihara, negyedik Varjak lakomája, és az ötödik a Sárkányok tánca. Court of Thorns and Roses sorozat Sarah J. Maas-tól. Az első rész a Court of Thorns and Roses, második rész a Court of Mist and Fury, és a harmadik rész a Court of Wings and Ruin. Carrie Maniscalco, Stalking Jack the Ripper, Cheryl Strayed, a vadon, Füst és csont leánya Lainey Taylor-tól, The Radium Girls, Kate Moore-tól, Rachel Urquhart, a látnok, Eleanor Cotton, a fényességek, Sophie Andrews, a megsebzett, Edgar Allan Poe, rémtörténetek, Grace Grimley illusztrációival, Sylvia Plath, naplók, Dan Brown, a Da Vinci Code, Ruta Sepetys, árnyalatnyi remény, Libba Bray, Beauty Queens, Dan Simmons, terror. Átjövünk akkor a következő polcra. Eowyn Ivy, a holleány, Sue Monkeyt, szárnyak nélkül szabadon, Cinder, Marissa Meyer-tól, Vándorsolyom kisasszony különleges gyermekei, Üresek városa, Ransom Riggs-től, az Essexi kígyó, Sarah Perry-től, Coulson Whitehead, a föld alatti vasút, Naomi Alderman, a hatalom,
The Smell of Other People's Houses, Bonnie Sue Hitchcocktól. Neil Schusterman, Sight. The Murder Complex, Lindsay Cummingstól. Most jön a Harry Potter kollekcióm J.K. Rowlingtól. Harry Potter és a bölcsek köve, Harry Potter és a titkok kamrája, Harry Potter és az Azkabani fogoly, Harry Potter és a tűz seltege, Harry Potter és a főnix rendje, Harry Potter és a félvér herceg, Harry Potter és a halál erekéi, Harry Potter és az elátkozott gyermek. Megint egyen lejjebb mentünk, ahol azért kicsit már érezhetőbb, hogy itt a sorozatok vannak főként, meg azok a szerzők, amikből több könyvem is van. Az árulás csókja, az árulás szíve, az árulás szépsége, mind Mary E. Pearson-től. Gyilkos kegyelem, sötét diadal, halandó szív, mind Robin Lefevre-től. Red Hill, Jamie Maguire-től, Kalitkába zárt álmok, Tengerbe veszett könnyek, mind Ruta Sepetys-től, Túlélőnek születtünk Wendy Holden-től, Hányan jelenegi hárá egy kis élet, Rachel Joyce, Harold Fry valószínűtlen utazása, Wayward Pines, a pokol kapujában, az utolsó város, véres arany, sötét anyag, mind Blake Crouch-tól, Ready Player One, Ernest Cline-tól, G.D. Barker, a negyedik majom, We is Bob, egy sötétebb mágia, Gail Honeyman, Eleanor Oliphant, köszöni jól van, a medve és a csalogány, Catherine Arden-től, Liam Moriarty, hatalmas kis hazugságok, Caroline Kepnes, te, Stephen Chbosky-tól egy külön srác feljegyzései. Megint megyünk egyet lejjebb. The Paper Swan, papírhattyú, Leila Attar-tól. Elizabeth Freeman-tól, Queen's Gambit, vezércsel. Hannah Kent, Requiem egy gyilkos asszonyért. Fedőneve Verity, Elizabeth Wynne-től. Forgive me Leonard Peacock, azaz bocsáss meg Leonard Peacock, Matthew Quick-től. Egy másodperccel később William R. Forsen. A Marsi, Artemis, mind Andy Weir-től. Súlyos, Julia Bell-től. Lucy Christopher, Stolen. The Witches of New York, Amy McKay-től. A Soha Határa, J.A. Redmanski-től. Philippa Gregory, a királynő bolondja. Mindhunter, sorozatgyilkosok, John Douglas és Mark Olshaker-től. Amit sohasem mondtam el, Celeste Ng. Szabadon foglak Duba Gábortól, Tim Pierce in the Place of Fallen Leaves, Csodák kora Karen Thompson Walker-től, Minden szív kaput nyit Shannon Maguire, A lelkek ítélőszéke és Démoni suttogás Donato Carissi-től, The Last Mrs. Parrish Liv Constantine-től, A szerelem egyenlete Helen Huan-tól, A fülemüle erdő titka Lucy Strange-től, Taylor Jenkins Reid Evelyn hétférje. Kazuo Ishiguro, ne engedj el! Ez az utolsó polc, ami könyvekkel van tele itt ennél a szekrénynél. Itt lent igazából alatta még lenne egy polc, de nem szeretek oda pakolni könyveket, mert nem szeretem, hogyha porosodnak. Úgyhogy itt igazából csak egy sólámpa van, egy ilyen mókusos könyvestartó, egy mobilos tripod és egy Manfrottos vlogkamerás állványom, amivel szoktam az ilyen vlog videókat csinálni. Na de vissza rendesen a könyvekhez. Taylor Jenkins Reid, Maybe in Another Life, We Are the Ants, Sean David Hutchinson-tól, The Girl in 6E, Do Not Disturb, If You Dare, mind A.R. Torrey-tól, Hidden Bodies, Caroline Kepnes-től, Olivia Lang, The Lonely City, Her Body and Other Parties, Carmen Maria Machado-tól, Kötelék, Tracy Garvis Graves-től, A Hobbit, J.R.R. Tolkien-től, Giorgio Moyes, Tiltott gyümölcs, Vágy és vezeklés, Ian McEwan, Elizabeth Adler, Toszkánai nyár, Maureen Lee, Búcsú Liverpooltól, Marcus Zuck, A könyvtolvaj, Jane R. Charlotte Bronte-tól, Üvöltőszerek, Emily Bronte-tól, Kisasszonyok, Louisa May Alcott-tól, Thomas Hardy, Egy tiszta nő, Értelem és érzelem, Emma, A Mansfieldi kastély, A meggyőző érvek, Lady Susan, A Klarstrom titka, Büszkeség és balítélet, mind Jane Austen-től. Átjövünk ide a másik könyves polcomhoz, ami rögtön itt van az ágyamnál, és itt már csak ez a kis pici része van a könyveimnek. Itt már sajnos kézi vezérlésre kapcsolok, mert igaz, hogy felér a tripodom ilyen magasra, csak mivel az ágyon állok most jelenleg, ezért stabilan nem fog megállni a tripod rajta. Akkor kezdjünk is bele ebbe a polcba. Craig Thompson Blankets.
Hyun-Soo Lee, a lány 7 névvel, Julie Bertagna, Exodus 2100, majd újra lesz nyár Megrosoft-tól, Vér és csillagfény napjai Lainey Taylor-tól, Caroline Jessop és Laura Palmer, Menekülés, Eleanor és Park, Fangirl, mind a kettő Rainbow Rowell-tól, Szabó Magda, Abigail, If You Come Softly, Jacqueline Woodson-tól, Nemes Teremtmények, Hong Kong-tól, Mary Robinette Koval, Üvegbűbáj, Alice Siebold, Komfortos Mennyország, Frances Hudson Burnett, A Titkos Kert, Ian McGuire, Északi Vizeken, Sovai, Celia Ristel, Rosemary Wardle, Ghost Stories, The Secret Garden, Frances Hudson Burnett-től szintén, Alice Adventures in Wonderland, Lewis Carroll-tól, A Cár Balerinája, Vízhangok, mint Daniel Steele-től, Napsugaram, Sue Clevel-től, Sylvia Plath, Az Üvegbúra, P.R. Morrison, Szélszeridítő, Mikszát Kálmán, Szent Péter Esernyője, Jackie French, Hekja, Sue Monkid, A Méhek Titkos Élete, Jeffrey Eugenides, Öngyilkos Szüzek, Széles Szargasszó Tenger, John Rice, Lee Hollis, Death of a Pumpkin Carver. Jövünk akkor egy sorral lejjebb, ez a maradék kis könyves részlegen. Egy könyv kivételével, ami itt van, az összes angol nyelvű lesz. Nimona, Noel Stevenson-tól, The Princess Saves Herself in This One, Amanda Lovelace-től, David Tang, Quiet Girl in a Noisy World, The Sun and Her Flowers, Mia Kent Honey, mind Rupi Kaur-tól. We Should All Be Feminist, Chimamanda Ngozi Adichie-től. Laurie Lee, Cider with Rosie, The Dark Days Club, Alison Goodman-től, és az utolsó fizikális példány a Sharon Stewart-tól, az Anastasia. Itt mellette egyébként van az e-olvasóm, amit meg is mutatok, ő egy Kindle 6-os típus. A borítóját egyébként eBay-ről rendeltem, tehát ez egy nagyon egyszerű kis fekete tok, nem akartam nagyon semmit így csicsázni vele. Itt mellette egyébként csak egy sima gyertya van, meg egy ilyen kis tartó, ilyen kis fiókos, meg egy még egy gyertyatartó. Úgyhogy igazából ez az egész könyves polc, ami itt van, ezt úgy csináltam meg, hogy amik itt vannak dolgok körülötte, ezek a kiegészítők, azok nincs csak ilyen plusz dolgok, mert eredetileg ez is egy teljes könyves polc lesz majd, csak nyilván ugye akartam még egyet, hogy majd fel tudjam tölteni még. És persze itt az újabb könyves kupac, ami majd egy másik book haul videó lesz, de általában úgy szoktam csinálni az új könyveknél, hogy mielőtt videót veszek fel róluk, azért mindig ide az asztalomra teszem őket, és hogyha megvan a videó, akkor utána felteszem őket a polcra, és akkor újra rendezem az egészet. Hát ennyi lenne ez a Bookshelf Tour, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem. Megtaláltok Instagramon, Mojon és Goodreads-en, mind a három helyen Just a Book is Soul néven vagyok fent. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg. Találkozunk a következő videómban is, sziasztok!